Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! Dani vagyok, és ez itt a Lead. Sziasztok! Én Dani vagyok, és ez itt a Lead. Sziasztok! Én Dani vagyok, és ez itt a Lead. Sziasztok! Én Dani vagyok, és ez itt a Lead. Sziasztok! Én Dani vagyok, és ez itt a Lead. Sziasztok! Láthattátok már, meg hát gondolom egyértelmű sokaknak, akik tudják, hogy a YouTube hogy működik, hogy megérkezett. Megérkezett ez a elismerés, amit a YouTube küld nekünk a 100 000 feliratkozó után, és szépen rá van gravírozva, hogy Lead Hungary, és hogy 100 000 feliratkozó. Ez egy kicsit durva, tehát, hogy még így nehéz felfogni, hogy ez így mit is jelent, meg hogy tényleg 100 000-en döntöttetek úgy, hogy így szeretnétek többet látni ezekből a videókból. Ezt igazából nektek köszönjük. Szóval nem akartam olyan mesterkélt lenni, hogy előre megírok valami szöveget, és akkor azt mondom itt föl, hanem tényleg azt akarom, hogy most így csak leülök, és így beszélek, és aztán ebből lesz valami. Amikor a 20 000 feliratkozót értük el, akkor csináltunk még egy olyan videót, ahol bemutatkoztunk, hogy kik vagyunk mi, megkérdeztünk titeket, hogy mit akartok látni még itt, meg stb. Akkor még nem teljesen értettük, hogy mit kéne kezdeni ezzel a helyzettel. Az 50 000 feliratkozónál már kicsit gondoltunk előre, és tettünk fel, vagy hát adtunk lehetőséget, hogy tegyetek fel kérdéseket, és arra válaszoltunk. Ugyanezt csináltuk amúgy most a 100 000-nél is egy élő streamben, tehát ez már megvolt. Most nem akarok itt kérdésekre válaszolni, nem akarok itt elmesélni nektek csatorna történetet, meg mit tudom én, mert hogyha akarjátok, akkor az már korábbi videóban benne van, az már elmondtuk. Hanem most inkább tényleg azt szeretném mondani, tehát egy kicsit köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik ezt lehetővé tették. Kezdjük ott, hogy bár főleg az én hangomat halljátok, meg az én arcomat látjátok a videókban, a streameken, mondjuk most már erre azért szoktam figyelni, hogy lássátok a többi arcát is, azért ez egy nagy csapat, aki amúgy ugye az évek alatt változott is. Tehát nyilván most Evi most is itt ül a kamera mögött, Bence is vágja a videókat, ő nyáron jött hozzánk, előtte még itt volt Gergő, aki vágott. Nem biztos, hogy feltűnik nektek az emberek neve, akiket kiírunk a kis táblistába, de amúgy minden videónál én odafigyelek arra, hogy aki dolgozott azon a videón, annak a neve ott legyen. Tehát most már a videók elején van direkt azért, hogy feltűnőbb legyen, régen a videók végén volt egy táblista. De említsük meg Józsót, aki nagyon sok szkriptet ír nekünk, Áron is nagyon sok szkriptet ír, ő fel is olvassa a sajátját, tehát az feltűnőbb egy kicsit. De aztán szeretnék így köszönetet mondani annak, hogy azért ez egy baromi nagy csapat. Tehát ez egy magazin, ez egy webshop, ez egy sales team, ez egy social csapat, tehát hogy most már a Lead, nem is tudom, 50 főnél tartunk, vagy valami eset. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy cég, nagyon sok mindent csinál ez a cég, és ennek a YouTube csatorna ez egy ága, de hogy így az egész cégre szükség volt ahhoz, hogy ez az egész egyáltalán létre tudjon jönni, és el tudjon jutni oda, ahova. Kíváncsi vagyok, hogy meddig kell beszélnem, hogy Evelyn meghatódjon a kamera mögött. Meg nem sikerült. És aztán nyilvánvalóan a legnagyobb köszönet viszont nem azoknak szól, akik itt vagyunk a csatorna ezen az oldalán, hanem nektek, akik a csatorna másik oldalán vagytok, akik nézitek a videókat, és akik elmondjátok nekünk azt ezzel a feliratkozással, vagy azzal, hogy elkattintotok a videóval, vagy hogy kommentáltak, hogy tetszik nektek ez, amit csinálunk, mert igazából tehát a legjobban az támogatja a mi munkánkat, hogyha erre visszajelzést kapunk, akár pozitívat, akár negatívat, és ezt ti csináljátok, tehát a 100 000 feliratkozót ti értétek el, hogy vagytok ennyien, ti nyomtatok rá erre a gombra ennyien és ennyiszer, és ti nézitek a videóinkat, ami lehetővé teszi azt, hogy mi továbbra is csináljuk nektek ezeket a tartalmakat. Szóval tényleg egy kicsit így a háláról akarok beszélni itt ebben a videóban, mert tehát mindazok ellenére, hogy mondjuk vannak negatív pillanatai ennek az egésznek, és nagyon könnyű beleesni abba a csapdába, hogy az ember a negatív kommenteket olvassa, és azok vannak előtérben, és a negatív kommentek visszhangoznak a fejében, holott tudom azt, hogy ez azoknak, akik megnézik a videók, annak egy elenyésző százaléka az, aki negatív kommentet ad, és tehát ezek az ilyen pillanatok azok, amik segítenek
felfogni és egy kicsit helyre rakni azt, hogy igazából a többség viszont szeretné nézni a videóinkat, és a többség élvezi a videóinkat, vagy legalábbis azok, akik nézik, hiszen nem jönnétek vissza újra, meg nem nyomnátok rá a feliratkozás gombra, ha nem így lenne. Szóval, hogy ezt a hálát akarom kifejezni, hogy tényleg két és fél éve, amikor először még csak így tervben volt ez a csatorna, és leültünk az akkor még 4-5 fős szerkesztőséggel kitalálni, hogy így mi az, amit lehetne itt csinálni a magyar YouTube-on, hogyan lehetne ezt csinálni itt a magyar YouTube-on, hogy ennek legyen értelme. És azon az ötletelésen nagyon sok ilyen olyan koncepció jutott eszembe, olyan videó ötletünk volt, amiket én akkor azt mondtam, hogy ezek nem megvalósíthatóak még, erre még ez bonyolult, ez nehéz, meg mit tudom én, és hogy ez így az idők során azzal, hogy milyen visszajelzéseket adtok nekünk, ez egyre közelebb vált ahhoz, hogy megvalósítható legyen, és meg is valósult. Hát nyilván az egyik legelső videónk, amúgy szerintem kevesen tudjátok, az egyik legelső videó, amit leforgattunk erre a csatornára, az a Death Stranding-es videónk volt, ami amúgy csak hát jóval később jött ki, mint hogy elkészült, majdnem egy több mint egy fél évvel később jött ki. Az a legelső videónk, amit leforgattunk, és én emlékszem, akkor ez egy ilyen külön ilyen nagy projekt volt, hogy forgatunk egy ilyen videót, és kimegyünk, és megcsináljuk, és nem láttam elképzelhetőnek azt, hogy egyszer valaha ott tartson ez a csatorna, hogy olyan annyi főből álljon a csapat, hogy ez egy ilyen rendszeresen megvalósítható dolog legyen, és hogy nagyon durva, hogy ma viszont már el tudom képzelni, hogy ez egy rendszeres sorozattá váljon, és amúgy jó hírem, hogy amúgy lesz is ebből egy rendszeres sorozat, hogyha szeretnétek. Ha nem, akkor amúgy belinkeljük ezt a videót, mert én mind a mai napig nagyon szeretem ezt a videót, és nagyon még egy olyan időben raktuk ki, amikor ezt még nagyon kevesen láthatták. De hogy, tehát tényleg nagyon hálás vagyok, hogy lehetővé vált egy csomó ilyen új dolog, és ezt akarom így lezárásnak így még ehhez a videóhoz, hogy pont azon gondolkoztam, így ahogy így próbáltam a gondolatomat összeszedni ehhez a videóhoz valamelyik este, hogy van egy csomó nagy csatorna, amiket már nem néznek az emberek, amik így állaposodtak. És azon gondolkoztam, hogy miért nem nézik őket vajon? Tehát, hogy ráunnak az emberek a nagy csatornákra, és nekem valamilyen így ez egy ilyen nagy félelmem, és nem tudom, hogy miért egy ilyen boldog ünneplős pillanatban ezen jár az eszem, de ez volt az, ami eszembe jutott. Úgyhogy arra jutottam, hogy én szeretnék mindig megújulni, tehát szeretnék mindig új dolgokat behozni, mert tudom, hogy azért követtek minket, azért követtetek minket, és azokra a videókra jön mindig a legpozitívabb reakció, amikor valami újat próbálunk ki, amikor nem csak hogy magunk számára újat, hanem hogy így a magyar YouTube számára is egy kicsit újat. Úgyhogy annyit tudok mondani, hogy továbbra is kísérletezni fogunk, tehát hogy sose fogunk leállni azzal, hogy új sorozatokat indítsunk, fenn fogjuk tartani a régieket is, tehát nem kell aggódnotok, mert legtöbben, akik mondjuk odajöttek hozzám a Play-ten, a csalós sorozatot szeretitek a legjobban, úgyhogy nem kell félnetek, hogy a csalós sorozat abba maradna, vagy a kínos pillanatok abba maradna, vagy a mobiljáték reklámok abba maradna, de biztos, hogy lesznek újabbak is, már most is dolgozunk egy csomó új ötleten, úgyhogy én tényleg csak annyit tudom mondani, hogy nagyon, nagyon köszönjük nektek, srácok, és ez most egy ilyen nagyon nagy ünnep és mérföldkő számunkra, meg a csatorna számára, meg a cég számára. Úgyhogy tartsátok nyitva a szemeteket továbbra is, és nagyon sok, nagyon, nagyon jó új dolgok lesznek itt a csatornán még. Nem állunk le. Ha tetszett a videó, sokat segítek! Nem fogom újra ezt a dumát elmondani. Most bejön az endscreen, és csönd lesz.